Rezsimentő alap létrehozását jelentette be Dobrev Klára árnyék miniszterelnök a DK hétvégi kongresszusán. Dobrev Klára szerint az állam egyre gyengébben kerül ki a válságokból, miközben sok millió ember taszít a létbizonytalanságba. Arató Gergelyt kérdezzük. Hát így van, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És én ígértem már fél órával ezelőtt, hogy itt alapvetéseket fogunk végigbeszélni ez a rezsimentő csomaggal kapcsolatban. Egyrészt, hogy egy árnyék kormány hogyan lennek neki veselkedni, másrészt honnan van erre forrása, milyen keretek között, mennyi összeg, hogyan fogják elosztani, ki jelentkezhet ezért az összegért, ami neki adott esetben járhatna. Szóval itt sok kérdés merül fel, csak egy bejelentést hallottunk egyelőre Dobrev Klárától, hát ha ön többet is tud. Így van, tehát talán azzal érdemes kezdeni, hogy tulajdonképpen egy árnyékkormánynak vagy egy pártnak ez nem lenne normál esetben a feladata, hogy szociális akciót szervezzen. De hát most nem egy normál eset van. Egy olyan tél előtt állunk, amikor magyar családok, idős emberek százezrei lesznek lehetetlen gazdasági és pénzügyi helyzetben. Sajnos nem tudjuk megoldani azt, ami a kormány dolga legyen, hogy egy jó szociális rendszer és egy jobb gáz- és áramár szabályozás legyen, de tudunk valamennyit segíteni. Most ez a dolgunk, ezt kell megtenni. Én járok itt Kőbányán, Kispesten, ugye én itt vagyok képviselő, és rengeteg emberrel találkozom, aki odajön hozzám, és arról beszél, hogy az ő helyzete hogyan vált most reménytelenné. De ugyanezt mondják az önkormányzatban dolgozó kollégáim is, hogy hozzák az emberek a számláikat, amik most még mielőtt az igazi fűtési időszak elkezdődött volna is, háromszorosra, négyszeresre növekedtek. Ez egy nem nagy keresetű embernek lehetetlen helyzetet okoz, és még ehhez hozzáadódik az élelmiszerár emelkedés, ami a másik nagyon nagy tétel ezeknek az embereknek. Szóval mi azt mondtuk, hogy ebben a helyzetben azt a picit, amit tudunk segíteni, azt meg kell tenni. Létrehoztuk ezt a rezsimentő alapot, amiben először a Demokratikus Koalíció vezető politikusai és az árnyék kormány tagjai fizettek be, ez most már egy több millió forintos összeg, de hát nem szeretnénk itt megállni, arra biztatjuk minden támogatónkat és mindenkit, akinek ez egy fontos dolog, hogy segítsünk ezeknek a nehéz helyzetbe került embereknek, hogy befizetésükkel is támogassák ezt az alapot. Demokratikus Koalíció honlapján, vagy Facebookján, én Facebookomon is bárhol megtalálhatják ezeket az adatokat. Azt mondja, hogy a politikusok, a DK politikusai is fizettek már, meg az árnyék kormány tagjai. Ez egy meghatározott összeg volt? Tehát kimondták, hogy mindenki mennyit fizet? Nem, mindenki lehetőségei és szerint fizetett be. De hát itt azért több százezer forintos összegekre kell gondolni. Mennyi gyűlt össze? Tehát mi az alap, amihez várják a többiek hozzájárulását? 10 millió forint körül jár most már ez a felajánlás. És van egy elképzelésük, hogy ezt hova kellene duzzasztani ahhoz, hogy tényleges segítség lehessen sok ember számára? Minden forint számít. Tehát én most nem tudom megmondani, hogy ennek hány milliónak kell lennie. Minél több lesz, annál több embernek tudunk annál nagyobb segítséget nyújtani. Alkalmanként és személyenként. Itt azt szeretnénk ebből az alapból biztosítani, hogy kifizessük a számláját legalább egy hónapban, decemberben ezeknek a nehéz helyzetben lévő embereknek, minél több magyar polgárnak. Ne kelljen választaniuk. Ki számít nehéz helyzetben lévőnek, az ki fogja tudni megmondani? Én azt gondolom, hogy nagyon fog látszani, tehát nagyon könnyű lesz ezt eldönteni. Nagyon sok ember számít sajnos nehéz helyzetűnek. Nem az lesz a nehéz, hogy találjunk ilyen embereket, hanem az, hogy minél több forrást tudjunk összeszedni. Az a helyzet, hogy azt szeretnénk, hogy ne kelljen nyugdíjasoknak választani a között, hogy a gyógyszert váltják ki decemberben, vagy a számlájukat fizetik. A családoknak ne kelljen választani a között, hogy karácsonykor egy kicsit jobb étel kerül az asztalra, vagy hogy ajándékot vegyenek a gyerekeknek. Ez egy olyan dolog, amiben szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben minden lehetőséget megragadjunk. Azért kérdeztem vissza, mert ugye mondta a nyugdíjasokat konkrét példaként, nyugdíjasnál mennyi a nyugdíja, mennyi a rezsi, ez viszonylag könnyen felfedezhető összefüggés. Egy nagy családosnál ezen sokkal bonyolultabb például adott esetben, mert lehet, hogy látszólag egészen szép a jövedelme, de mondjuk 5 gyereket nevel, és egy kifűtetlen, hatalmas házban laknak, akkor az egy másik helyzet megint. Különösen akkor, amikor mondjuk ugye a családi pótlék nem emelkedett,
most már nem is tudom számolni, hány év volt a 13 vagy 14. Hát igen, szóval, hogy azt kell mondanom, hogy így van, rengeteg ember van, aki rászorul. Még egyszer mondom, én azért is biztatok mindenkit, hogy támogassa ezt az alapot, mert biztos vagyok benne, hogy nem az lesz a nehézség, hogy rászoruló embereket. A DK-nál kell jelentkezni majd? Létre fogunk hozni úgynevezett rezsipontokat, és itt kell majd jelentkezni. Pontos tájékoztatást fogunk adni néhány napon belül arról, hogy ki, hol, hogyan jelentkezhet. Azt mondta, azzal kezdte, hogy ez nem egy párt feladata. Igen, ez egy kormányzat feladata lenne. Hogyha önök lennének kormány, hát ez az árnyék kormány létezésének az alfa és az omegája, akkor ebben a helyzetben milyen intézkedéseket hoznának? Azt hiszem, hogy van legalább három nagyon fontos dolog. Az első dolog az, hogy ma teljesen átláthatatlan, egyébként hallottuk is most a híradóban is, hogy milyen módon számolják ki az úgynevezett, és ezt nagyon idézőjelben raktam, piaci árat, a távhőnél, bocsánat, nem csak a távhőnél, a gáznál, áramnál, illetve az önkormányzatoknak a távhőnél. Ez egy lehetetlen helyzetet teremt, tehát először is tiszta vizet kell önteni a pohárba. Másodszor a úgynevezett kedvezményes tarifánál azt mondják, hogy az átlagig jár, a valóság nem ez, az emberek nagy része fölülfogyaszt vagy áramból, vagy gázból a kedvezményes tarifán. Ezért, amikor az árnyék kormány megvizsgálta ezt a kérdést, azt javasoltuk, úgy döntöttünk, hogy legalább kétszeresre kéne emelni ezeket a kedvezményes tarifákat. A harmadik dolog, hogy ma a sokkal nagyobb az egekbe drágított gáz és áramárból az állam ugyanúgy elteszi a 27% adót, tehát például az áfa csökkentése az önmagában jelentene nagyon komoly segítséget, anélkül, hogy az államnak kevesebb bevétele lenne, hiszen a nagyobb összeg befizetések után így is több adót rakna el. Ez az egyik rész, a másik rész az, hogy segíteni kellene az önkormányzatoknak, nagyon nehéz helyzetben vannak, és hozzáteszem a civil szervezeteknek, mert ők tudnak támogatást nyújtani, de ma ők is lehetetlen helyzetbe kerültek. És végül a harmadik eleme pedig ennek a rendszernek az, hogy nagy szükség lenne arra, hogy például az jövedelmeknél is kövessük a növekvő árakat. Hogy foglalkozzunk azzal, hogy egyébként mi történik a bérekkel, például azzal, hogy az európai minimálbér bevezetésével garantáljuk azt, hogy értékállóak legyenek a bérek, tehát legalábbis az alja a bértábla értékálló legyen, hogy adhassanak a vállalkozások rezsitámogatást adómentesen a dolgozóiknak, ez is nagyon fontos lenne, hiszen akkor a vállalkozások maguk segíthetnének a saját dolgozóiknak. Adóköteles jövedelem lenne, hogyha ezt megtennék. Ez ma adóköteles jövedelem, így van, és ez is egy olyan dolog, hogy legalább, hogyha a vállalatok segítenek a saját embereiknek, akkor az állam ne szedjen be már be ezután több pénzt. Ne akarjon az állam mindig keresni a dráguláson. Ma igazából ezen a dráguláson és az egész energia, elszabaduló energiárakon és élelmiszer árakon az állam keres, az oligarchák és az oroszok. És ez szerintünk fenntarthatatlan. Muszáj lenne megosztani a terheket és az embereken segíteni. Mondta az európai minimálbér kérdését, amivel kapcsolatban Parag László adott most egy érdekes értékelést a hazai helyzetről. Hallottunk már ehhez hasonlót, de azért ennyire nyíltan beszélni ritkán arról, hogy az az értéke a magyar gazdaságnak, hogy ennyire alacsonyak a bérek, és ehhez nem is szabad hozzányúlni, mert gyakorlatilag elveszítjük a versenyképességünket. Hogyha egy országnak az a versenyképességi előnye, hogy gyakorlatilag az Európai Unió legalacsonyabb béreit adja, az egy elég szomorú helyzet szerintem. Hát ugye ez egy mérhetetlen ostobaság, azt tudom mondani, bocsánat, és azt mondom, nem tartok, hogy Parag Lászlót megsértem, mert azt gondolom, hogy ő megérdemli és ráfér. Szóval ez egy mérhetetlen ostobaság. Többek közt emiatt tették tönkre, vagy részben emiatt tették tönkre az oktatási rendszert az elmúlt években, ugye mondva, hogy nem kell annyi képzett ember az országnak, meg a munkaerőpiacnak. Ma azok a gazdaságok sikeresek, amik éppen a jól képzett és szerencsére jól kereső munkaerőre építenek. Dobrev Klára nem véletlenül beszélt arról szombaton, hogy ha az árnyék kormány kormányozna, akkor olyan oktatáspolitikát vezetnénk be, amelyik éppen azt teszi lehetővé, hogy a gyerekeink, az unokáink, a mai fiatalok, azok egy versenyképes, jól felhasználható tudással kerüljenek ki a munkaerőpiacra, és ott sikeresek és eredményesek legyenek, és ne az legyen a kérdés, hogy mennyi a minimálbér, hanem az egyébként, hogy nekik jó kereső állásaik vannak, ahonnan jó piaci béreket kapnak. Azt mondja a kormány, hogy egy egészen másik összefüggést idehozzak, de hát említette a családi pótlék kérdését az előbb, hogy az például, hogy egy munkaalapú társadalomban nem a különböző szociális transzfereken keresztül kapnak az emberek pénzeket, az egy nagy értéke
a magyar gazdaságnak, meg a magyar társadalomnak, és éppen ezért nem emeli a családi pótlékot és a hozzá kötött különféle átutalásokat. Ha önök jönnek, akkor mi lesz ezzel? Szerintem ez a dolog nem úgy működik, hogy ezt a kormány képzeli, hogy alacsony béreket fizet, és emellett leépíti a szociális ellátásokat is, és ilyen módon akarja munkára kényszeríteni, vagy ösztönözni az embereket. A jó megoldás az lenne, hogy olyanok lennének a piaci bérek, amik mellett egyébként minél több embernek éri meg visszatérni a munkaerőpiacra, vagy vállalni azt akár, hogy külföldről hazajön, hiszen ma már a fő bajunk az, hogy 500 000 ember ment el Magyarországról. Emiatt van Magyarországon munkaerő hiány, nem amiatt, hogy nem akarnak az emberek dolgozni. Vissza kéne csábítani ezeket az embereket, az orvosokat, a tanárokat, de hozzáteszem az építőipari munkásokat, vagy szakembereket, vagy akár a gyári munkásokat is, akik ma nem Magyarországon dolgoznak, és nem Magyarországon teremtenek értékeket. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy mi mást gondolunk az egész gazdaságpolitikáról, mi azt gondoljuk, hogy egyébként a gazdaság motorja az a jól képzett és jól megfizetett munkaerő, és a szociális ellátásoknak pedig akkor jók, hogyha ezt ki tudják érdemben tudják támogatni, ki tudják egészíteni, hiszen például a családi pótléknak az a legnagyobb előnye, hogy az minden gyerek után jár. Az azt mutatja, hogy ennek a társadalomnak minden gyerek értékes, és minden gyerek számára biztosítja legalább egy részét azoknak a többletköltségeknek, egy tisztességes családi pótlék, amit a gyereknevelés jelent. Szóval, hogy igen, de ez egy világos különbség. A Fidesz politikája egy jobboldali politika. Az a jobboldali gazdaságpolitika arról szól, hogy egyébként támogatni kell a nagyvállalatokat, és alacsonyan kell tartani a béreket és a szociális juttatásokat. Ebből lesz gazdasági növekedés. Az árnyék kormány baloldali? Az árnyék kormány határozottan baloldali, és éppen ezért a mi politikánk lényege az, hogy emelni kell a béreket, javítani kell a hatékonyságot, és ezen keresztül a termelékenységet és a gazdaság teljesítményét, és mindezt jó minőségű szociális ellátórendszerrel és jó minőségű közszolgáltatásokkal, oktatással, egészségügyel kell támogatni. Kérdeztem az előbb, a kérdésem elején felvetettem, hogy ha önök jönnek, ugye ez véletlenül nem mostanában történik, ugye nem volt olyan nagyon régen a tavaszi választási időszak. Hogyha ez így van, 3,5 év múlva lesz a következő, addig kibírja egy árnyék kormány napi munkával? Én biztos vagyok benne, hogy az árnyék kormánynak az a legfontosabb feladata, hogy alternatívát mutasson, hogy megmutassa azt, hogy tudnának mások kormányozni, tudnának máshogyan kormányozni, és tudnának másfajta politikát vinni. Ez az árnyék kormány feladata, és ahol működik árnyék kormány rendszer, ott ez egy folyamatos üzem. A valódi árnyék kormány az éppen arról szól, hogy az egyik választástól a másik választásig folyamatosan fölmutatja azt, hogy mit lehetne és mit kellene másképp csinálni és máshogyan csinálni. Hogy a valódi árnyék kormány, ez most nem az még? Nem, azt mondom, hogy egy valódi árnyék kormány. Egy valódi. Igen, ez egy valódi árnyék kormány, ugye ezért mondjuk azt, hogy ez Magyarország első valódi árnyék kormánya, mert itt nem arról van szó csak, hogy megneveztek néhány miniszterjelöltet, hanem van egy olyan árnyék kormány, amelyik működik, amelyik előterjesztéseket készít, konzultációkat folytat le, árnyék kormány minisztertársaim folyamatosan járják az országot, és folyamatosan találkoznak szakszervezetekkel, legutóbb például a Mustó Géza árnyékkormány miniszter és Dobrev Klára, ugye árnyék miniszterelnök, ők például a rendészeti szervezetekkel találkoztak, és nagyon fontos dolgokról beszéltek arról, hogy hogyan kellene olyan rendészeti politikát csinálni, hogy ebben az országban javuljon a közbiztonság, hogy megérje rendőrnek, tűzoltónak, büntetésvégrehajtási dolgozónak. Pedig a kormányprogramért felelős árnyékminiszter. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.